Vasútmodell kiállítást tartottak a Klauzál házban október középső hétvégéjén. A 424-es vasútmodellező klub által berendezett termekben összesen 40 méter hosszú vasúti sínt és terepasztalt lehetett megnézni. Három teremben vagyunk, a nagy teremben, ahogy szoktuk, ott a analóg rendszerű, N-es méretarányú modulterepasztalunk van. Azt kell róla tudni, hogy ugye azért modulterepasztal, mert bármilyen alakban, ugye, vagy nagyon sok variációban föl lehet állítani. Most ott pandémiára tekintett, hogy egyszerűbb U alakban raktuk ki a fal mellett, hogy a teret azt ugye megnöveljük a látogatóknak, hogy biztonságosabbá tegyük egy kicsit. Még ami újdonság ugye a nagy teremben, hogy oda került egy villamos, 3 méter hosszú budapesti villamosokat bemutató kis asztal. Ez teljesen most készült új, itt debütál ezen a kiállításon. Megtalálható rajta ugye még a Tátra villamos, a Muki, ugye, ami egy pályafenntartó magyar budapesti pályákon lehet látni villamost, illetve számos más a budapesti közlekedési vállalattal kapcsolatban hozható jármű, busz, teherautó, ilyesmi. Meg ilyen ikaruszokat, amik hátul vannak a terepasztalon, ezen az első emeleten. Az is még azt tetszett, hogy szinte már mindegyik vonat itt van. A Siemens Taurus tetszett a legjobban. A kiállításra szombat reggeltől folyamatosan érkeztek a családok, hiszen minden korosztály számára akadt látnivaló. Még a 2 évesek is találtak elfoglaltságot. Milyen színű ez a vonat? Lila. Van egy fabonatos játszóházunk, ami mindig jön velünk a kiállításokra. Ugye itt általában a kisebbeknek kedvezünk, vagy szeretnénk kedvezni ezzel avval, hogy ugye hozzányúlhassanak, megfogdoshassák a dolgokat, mert ugye amikor már egy kiállított terembe belép, ott már ezekhez a modellekhez nem lehet hozzányúlni, tehát ez csak nézni mindent a szemnek, semmit a kéznek alapon. És ezzel kicsit a szülőknek is kedvezünk, mert itt tulajdonképpen tekintettel felügyelő vigyáz a gyerekekre ott, tehát a pedagógus ilyen szempontból ott lehet őket hagyni, és a szülő addig nyugodtan meg tudja nézni a kiállításnak a többi részét. Tetszettek a vonatok? Jó, tükkát. A szakértőbb szemek felismerhették az 1 a 160-hoz, a TT-s 1 a 120-hoz és a H0-ás 1 a 87-hez méretarányokat is. A első emeleten megint csak ahogy szoktuk, ugye itt egy aula rész van, itt rendezkedtünk be, itt 3 produkcióval. Egyik egy magyaros terepasztal, egy szegmens terepasztal, körülbelül 10 méter hosszú. Itt egy kicsit a Balaton és környékén vidékét szerettük volna visszaidézni, a szocializmus 80-as évek korát, természetesen nem lemásolva azt, mert nem úgy alakult a dolog, de lényeg az, hogy egy picit a régi, szintén járművekkel, egy-két pavilonnal, busszal bemutatva, milyen volt a 80-as évek.
másik oldalon mögöttem is látszik, ez egy digitális, szintén NS méretarányú terepasztal. Most jelen pillanatban ugye nem a teljes hosszában van ez is kiállítva, hanem rövidebben. Itt is körülbelül 11 méter hosszan köröznek a járművek. Most jelen pillanatban, majd mai délelőttön inkább itt is magyar a téma, tehát a Taurustól a Szergeig a BHV vagonok megtalálhatók az asztalon. Én gyerekkorom óta nagyon érdeklődöm a vonatok iránt. A nővéremnek volt egy modellvasútja, és gyerekként azzal játszottam, valamint apukámmal akartunk építeni egy terepasztalt, és sajnos nem jött össze, de azóta is folyamatosan keresem azokat a lehetőségeket, hogy hol lehet terepasztalokat megnézni. És hát itt lakunk a kerületbe, Budafokon amúgy is elég nagy a vasúti forgalom, és elég gyakran lehet vonatokat látni, és ezért nagyon megörültem, amikor láttam, hogy van itt egy ilyen lehetőség, ez a modellvasút kiállítás. Fogorvos, építőmérnök, bolti eladó, gépészmérnök, volt vasutas, közgazdász. Többek között ők alkotják a 424-es vasútmodellező klubot. Mindannyian hobbiból építenek vonatokat. Az itt látható terepasztalokat a kiállítás előtt egy napig készítették elő. A 2000-es évek elején alakult a klub, egy baráti társaságból verődött össze akkor még. Van most is jelen pillanatban Budapesten vasútmodell bőrze minden hétvégén, mi ott találkoztunk a kezdeteknél, ugye 5-6-an, és hasonlót gyűjtöttünk, elkezdtünk kiállításokra is járni ugye az országot, illetve jártunk külföldön is, és ugye láttuk a nagyon nagy különbséget a külföld és a magyarországi kiállítók, akkori kiállítók között, és hát nagyon nagy volt akkor, tehát a szignifikáns különbség volt a kintiek és a itteniek között, és úgy gondoltuk, hogy nem szeretnénk ugye kitizálni senkit se, tekintettel arra, hogy abban is rengeteg munka volt, amit ők csináltak, csak szerintünk egy rosszul fogták meg a dolgot, és úgy gondoltuk, hogy inkább megmutatjuk mi, hogy szerintünk hogyan kéne csinálni, és akkor kezdődött el. És hál' Istennek szerintem most már mi is eljutottunk oda, hogy tanulhatunk nagyon sok konkurens klubtól, mert sokkal jobban csinálják, mint mi nálunk is. Bár mi is próbálkozunk ugye, tehát továbbra is ez a cél, hogy sokan jöjjenek, és sokat megfogjon, sok gyereket megfogjon ez a hobbi, mert szerintem aki szülő eljön, az már meg van fertőzve. A klub évente 3 nagy kiállítást tart. Ha idén a járványhelyzet engedi, még megcsodálhatóak vonataik a Gellért szálló Mikulás napi nagy rendezvényén.